Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Az atomerőműben hasznosulnak az elmúlt évtizedek kutatásai, nukleáris technikai szimpózium Szexárdon. Digitális vállalkozásfejlesztés, kamarai tájékoztatónap Pakson. Téli depresszió, mozgással és helyes táplálkozással enyhíthetők a tünetek. Omega Testamentum, az album még nincs kész, de bor már van ilyen címen. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A 17. nukleáris technikai szimpóziumon résztvevő tudósok és atomenergetikai szakemberek két napon át vitatták meg a szakma legidőszerűbb kérdéseit Szexárdon. A tanácskozás záró sajtótájékoztatóján elhangzott, a paksi atomerőmű technikai fejlesztései jól mutatják mindazt a fejlődést, mely az elmúlt közel két évtized alatt lezajlott az atomenergetikai kutatás területén. A nukleáris energiáról alkotott véleménye a világnak jelentős módosuláson esik át. A tudományos kutatások és a magyarázatok után hiába ockodik a világ, a nukleáris energia része a mindennapi életünknek. Cserháti András, a társaság alelnöke, a szimpózium kerekasztal beszélgetése után fejtette ki véleményét. Magfizika az a mindennapi életünk szerves része. Nagyon lényeges dolog, hogy a fejünk fölött egy fúziós reaktor működik, ezt úgy hívják, hogy nap. Tehát az az energia, az a meleg, ami onnan áramlik, az magreakciók eredménye. Illetve hát a testünk maga is, az az anyag, ami bennünket alkot, az kozmikus események, kozmikus reakciók, folyamatok eredménye, szupernovákban keletkezett, vagy az ősrobbanás során keletkezett. Ez, fejtette ki a társaság alelnöke, minden résztvevőnek közelebb hozta azt a tudományt, amivel foglalkozunk. Az elmúlt 17 év jelentős változásokat hozott a szakmában, és ez leginkább a paksi atomerőmű fejlődésében mérhető le, mondta Ördög Miklós, a tudományos társaság elnöke. Most már igazándiból ott tartunk, hogy az eredményekről számoltak be, mert hogy azt is mondhatjuk, hogy az atomerőmű a technika, a adottságokat felhasználó fejlesztéseit azt olyan értelemben elérte, hogy megvalósította az összes olyan nagyobb projektet, amit ebben az erőműben meg lehet valósítani. A technológia oldalon, a szervezeti oldalon nyilván vannak fejlesztési lehetőséget, és úgy tudom, az atomerőmű tervez is ilyen fejlesztéseket, de a technikai oldalon most akkor kiemelném a teljesítménynövelést, a 15 hónapos kampány megvalósítását, és mint hát legnagyobb projekt, ami az, hogy a 30 évről 50 évre emelték az atomerőmű üzemidejét, ami most már abban a szakaszban vagyunk, mert 17-ben elvileg a negyedik blokknak is le kellett volna állnia. Azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések jól jelzik azt, hogy milyen fejlesztések történtek a nukleáris szakmában. A kétnapos szimpóziumon közel 50 előadás hangzott el, többek között Paks 2-ről és a rádióaktív hulladékok kezeléséről. Emellett tudományos kerekasztal beszélgetések és egy Madame Curie életét és munkásságát bemutató színházi előadás is színesítette a programot. Nem lesz adóemelés a jövő esztendőben Bátaszéken, jelentette be a képviselőtestületi ülésen a várospolgármestere. Bozsolik Róbert elmondta, az idei évben bevezetett emelések után egyelőre nem terveznek újabb változtatást sem az adóügyekben, sem a temetői szolgáltatások terén. Úgy ítéljük meg, hogy a terbíró képesség akár a vállalkozók részéről, akár a lakosság részéről már azon a határon van, hogy nincs. Tehát nem szabad ezt tovább feszíteni, ezért adóemelés 2019-ben nem fog történni Bátaszék közigazgatási területén, új adónem bevezetését nem tervezzük. Januártól komoly változás lesz a vállalkozások adóügyeinek intézésében. A cégek meghatalmazott képviselői akkortól már csak az úgynevezett cégkapun keresztül tudják majd az adóhatósági ügyeiket intézni. A NAV rendszere nagyon hasonlít a magánszemélyek számára tervezett ügyfélkapuhoz. Így néz ki a NAV cégkapuja, a felület internetes böngészővel érhető el. A cégkapu egy virtuális tárhely, ami hasonlít a magánszemélyek számára létrehozott ügyfélkapuhoz, de ezt vállalkozásoknak tervezte az adóhatóság. A cégkaput januártól kell használniuk az érintetteknek, más módon akkortól nem tudják az adóügyeiket intézni. Az ügyfelek
Az egyéni vállalkozók és a hivatali tárhelyen rendelkezők kivételével kizárólag a cégkaput használhatják az elektronikus ügyintézéshez a NAV-nál. Ez tartalmaz egyrészt az elektronikus kapcsolattartást a NAV-val, a bevallások beküldését, a dokumentumoknak a letöltését, illetve a NAV is a cégkapun keresztül fogja a küldeményeket megküldeni. A cégkaput nem bonyolultabb használni, mint az ügyfélkaput, a menürendszere ugyanúgy épül fel. A rendszer célja, hogy kiváltsa a hagyományos papíralapú ügyintézést. A cégkapu használatához a gazdálkodó szervezeteknek regisztrálniuk kell, ezt a regisztrációt a természetes személy törvényes képviselő kezdeményezheti, és erről a regisztrációról szóló tájékoztató megtalálható a cégkapu.gov.hu oldalon. A NAV egyébként, hogy segítse az érintett vállalkozásokat, postán tájékoztató levelet küld mindenkinek a januártól hatályba lépő változásokról. Kokaint, amfetamint, metamfetamint és marihuánát is rendszeresen fogyasztott az a férfi, akinek designer drogok árusítása miatt kellett pénteken Szekszárdon bíróság elé állnia. A most 30 éves férfi azt vallotta, hogy már 14 éves kora óta drogfüggő. 2016-ban egy postai csomag átvétele után fogták el az akkor még 20 éves vádlottat. A rendőrök valószínűleg a gyanús eredetű rendszeresen a címére érkező csomagokat figyelték már a postán. Tudták, hogy drogokat rendel. Ezek a felvételek márciusban az ügy egy korábbi tárgyalásán készültek. A most 30 éves férfi a rendőröknek azt vallotta, hogy 14 éves kora óta kábítószerfüggő. A drogokon kívül engedéllyel nem rendelkező potenciálnövelő gyógyszert is rendszeresen árult. A kábítószereket és a tiltott gyógyszert az interneten külföldről többnyire Európából rendelte. A vádlott márciusban nem tett vallomást a bíróságon. Az általa korábban a rendőröknek elmondottakat a bíró olvasta fel. Tagadta, hogy drogot árul, csak a fogyasztást ismerte el. Napi szinten körülbelül 2 gram füvet szívtam el, saját magam kábítószerfüggőnek tartom, így utólag, de ha akkoriban megkérdezik, akkor nem tartottam volna magam annak. Ezek már friss felvételek. A drogkereskedelemmel vádolt fiatalt vezetőszáron fegyőrök kísérték be a tárgyalóterembe. Hónapok óta van előzetes letartóztatásban. A bíró most az édesanyját és a testvérét hallgatta meg. Mindketten pénzt adtak a vádlottnak, több millió forintot. 4,5 millió forintot. Ezt én úgy adtam, mert szeretem valamit, hogy lakást adtam a magának. Ezt a vádlott anyja mondta. Rajta kívül a férfi még az apjától és a testvérétől is kapott pénzt. Összesen több mint 10 millió forintot. Ezen vett kriptovalutát, amivel az interneten rendelt drogért fizetett. Az ügyben egyelőre nem született ítélet, a következő tárgyalás december 5-én lesz, akkor már ítélet is várható. A télies időjárás komoly negatív hatással van sokak szervezetére, az úgynevezett téli depresszió a lakosságnak akár 10%-át is érintheti. A szakember szerint a tünetek egy kis mozgással és helyes táplálkozással enyhíthetőek. Hideg van és korán sötétedik. Vannak, akik legszívesebben a lábukat sem tennék ki otthonról. Ebben az időszakban sokan szenvednek a téli depressziótól. A fényszegény nappalok és a korai sötétedés komoly hatást gyakorol a szervezetünkre, megváltozik ugyanis a hormontermelés. Korábban leszünk álmosak, 5-6 óra körül már szeretnénk lefeküdni, aludni, és hogy a nap közben is egy kicsit fáradtabbak vagyunk. Ugye a kiváltók feltételezhetően egy melatonin változás, ugye a melatonin felelős az alvás ébrenlét ritmusért. Ezekben a hónapokban a D-vitamin hiánya miatt sokkal fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat, ezért érdemes minél több időt a friss levegőn tölteni, sportolni lehetőleg kora reggel, mikor kell fel a nap, és lehetőleg kerülni a sok szénhidrát fogyasztását. Hogyha a motoriumunkban, tehát a mozgásunkban meglassulást észlelünk, hogyha tényleg nagyon megnő a szénhidrát fogyasztás, tehát sóvárgunk állandóan a csokoládé, az édesség iránt, akkor erre érdemes odafigyelni. A téli depresszió szezonális betegség, ami hosszabb-rövidebb időre szinte mindenkit érint. Fontos viszont, hogyha a tünetek állandósulnak, érdemes szakemberhez fordulni, ugyanis a szezonális hangulatzavarok átfordulhatnak komolyabb depresszióvá is. Szakmai napot szervezett Pakson a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja az volt, hogy a hazai vállalkozások első kézből kapjanak tájékoztatást a digitális vállalkozás fejlesztés külső finanszírozásainak lehetőségeiről és a legújabb informatikai trendekről, fejlesztésekről. A 2015-ben indítottuk egy Ilok-3-2-re nevezettű projektet, aminek a fő célja KKV-k felmérése, és igazán még volt digitális szempontból valamilyen szinten a fejlesztésük.
Péres János előadása nyitotta meg a Modern Vállalkozások programját. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pakson tartott szakmai napot, amelyre olyan cégek képviselőit és vállalkozókat vártak, akik szeretnének lépést tartani a digitális fejlődéssel. Ipar 4.0 most egy speciális terület, tehát inkább a termelő, illetve raktározással foglalkozó cégeket érinti, vagy érintheti, de nem feltétlenül, hiszen adott esetben egy építőipari vállalkozás is, vagy egy vendéglátó, vagy vendéglátással foglalkozó cég is meríthet ötleteket, vagy informatikai megoldásokat. Az eseményen szakértők és tanácsadók tartottak előadást arról, hogy milyen külső forrásból lehet megvalósítani a digitális fejlesztéseket. Hogyan lehet az üzleti folyamatainkban úgy használni ezeket a digitális adatokat, hogy sokkal hatékonyabbá tegye a munkánkat, illetve előrelátóan tudjunk tervezni a vállalkozásunkat illetően. Az ügyvezető szerint egyre több az igény az egyedi tervezésű szoftverek iránt is. Ebben nagy segítséget jelent, hogy jó a hazai szakemberkáda, akiknek a munkájára támaszkodhatnak. A háztartások jövedelmi helyzete javult 2017-ben, és párhuzamosan fogyasztási kiadásaik is emelkedtek. Ezzel szemben a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata a teljes lakosság közel 20%-át, azaz 1.887.000 embert érintett, derül ki többek között a most megjelent statisztikai kiadványból. A felmérés adatai szerint az élettel való elégedettség átlagértéke a korábbi évekre jellemző 6,1-ről 6,5-re, a háztartás anyagi helyzetével való elégedettség 5,2-ről 5,5-re, a lakással való elégedettség átlagértéke pedig 6,6-ról 7,1-re nőtt. Bár régóta szó van róla, még nem készült el az Omega együttes Testamentum című alkotása, van viszont 670 palack szekszárdi bikavér ezzel a névvel. A zenekar tagjainak részvételével mutatták be a Garai Élmény pincében. A bor kékfrankosból, Merlóból, Cabernet Sauvignonból és Cabernet Francból áll. Az Omegának a felkérésére készült igazából, hogy a közelgő Testamentum lemez mellé legyen egy kis hírverés borban is. Szóval igazi szekszárdi bikavér készült, melyből összesen 670 palack van, és a hírek szerint a címke a készülő Testamentum lemez borítója lehet. A bor Eszter Bauer János és Takler Ferenc közös szerzeménye, hiszen mindketten vérbeli omegások. Mikor megkosolod a bort, és akkor érzed, hogy megvan-e a bornak a belső békéje, a harmóniája, vagy nincs? Attól lehet nagy bor, de ha nincs meg a harmónia, az a belső béke, hogy csönd van, nem kiabál ki a palacból, akkor jó lesz az a bor. Már most iható a bor, és ez a legnagyszerűbb, hogy egy ilyen fiatal bor már most iható. Ács Dezső a város polgármestere is Omega rajongó. Azt mondta, a zenekar és a város kapcsolata jó marketing fogás mindkét fél számára. Az, hogy ők kötődnek Tolna megyéhez, kötődnek Szekszárdhoz, ugye Báta Széklin keresztül, Franklin keresztül elsősorban, de most már ezen túl nyúl ez a kötődés, hiszen például találkozhattunk velük a Márton napon is, tehát hogy inkognitóban is szívesen járnak ide le. Szóval azt gondolom, mindenféleképpen a város javára szolgál, hiszen nagyon sokan szeretik az Omegát, és az Omegán keresztül ismerik meg Szekszárdot, szeretik meg Szekszárdot, biztos vagyok, hogy ez városmarketing szempontból egy nagyszerű és felemelő dolog lesz majd. A bor érdekessége, hogy a kékfrankos a hajdani kóbor birtokon tervet. Ez a Testamentum elképzelésünknek egy része. Most jó vagy rossz, hogy először a bor jelent meg, és a zene csak ezután jön, meglátjuk. Én most főleg a Queen film, tehát a Bohemian Rhapsody kapcsán úgy érzem, hogy jó lesz ez a Testamentum téma, mert tényleg mi is annak akarunk emléket állítani, ami erről az elmúlt 60 évről szólt. A lemez anyagát a jövő év végére ígérik az omegások. A vártnál nehezebben nyert az Európa Kupa H csoportjában Szlovéniában a csoport leggyengébb csapata, a Celje ellen az atomerőmű KSC Szekszárd. A szoros meccs egyik oka, hogy az időközben amerikai centert igazoló Celje saját pályáján jóval acélosabb volt ezúttal, mint még októberben Szekszárdon. El is fogyott a KSC előnye az utolsó negyedre, de a két légiós, Bishop és McCall pont erőssége révén újra biztosan 75-68-ra nyert a jokis csapat. Szerdán a tovább jutás szempontjából a legfontosabb meccs következik az Európa Kupában. Jön a pillanatnyilag csoport első szlovák Ruzsomberok. Egy szekszárdi győzelem automatikusan továbbjutást érne.
A régió híreivel folytatjuk a híradót. Cél a KKV-k támogatása és a gazdaság fellendítése, polgármesteri fórum Siklóson. Feszültség a tulajdonosok és a hajléktalanok között, egyre többen alszanak a lépcsőházakban. Előtérben a háttértelepülések, megalakult a Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület. Milyen lehetőségeik vannak a kis- és középvállalkozásoknak Baranyában? Hogyan alakult a megye gazdasági helyzete? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphattak a Siklósi járás városatyái. A Baranya megyei önkormányzat és a Baranya megyei fejlesztési ügynökség közös szervezésében tartottak polgármesteri fórumot. A rendezvényen bemutatták a Be Light projektet is, mely a térségben tevékenykedő KKV-k együttműködését támogatja. Keressük azokat a lehetőségeket, hogy ide cégeket hozzunk. Madaras Zoltán szerint ez az egyik legfontosabb intézkedés a baranyai gazdaság fellendítésében. A Baranya megyei közgyűlés elnöke Siklóson tartott előadást a térség helyzetéről egy polgármesteri fórumon. Kiemelte, a rendezvényhez csatlakozott a Be Light pályázat, mely a kis- és középvállalkozásokat támogatja mind Magyarországon, mind Horvátország testvérmegyéiben. Azért nagyon fontos ez a lehetőség, mert szeretnénk mi is támogatni, hogy a horvát testvérmegyékkel és azokban lévő vállalkozásokkal a kapcsolatot felerősítsük, és ha együtt pályáznak, akkor egy nagyon kedvező konstrukcióval tudnak akár technikai, vagy kereskedelmi kapcsolatokat és ilyen lehetőségeket biztosítani a saját cégüknek is. Kovács Szénája egy baranyai község. Bár csak 60 fős településről beszélünk, az önkormányzat minden lehetőséget szeretne kihasználni, hogy a turisztika területén fejlődjön, mondta Novák Péter polgármester. Egy-két helyi termelő van azért a településünkön, egyesület, az ő megélhetésüket, az ő piacra jutásukat ugye mindig érdemes segíteni, fejleszteni, hogy egyre jobb helyzetbe kerüljenek ők is a nagy vállalkozásokkal, multikkal szemben. A Be Light projekt elsődleges célja, hogy a hasonló adottságokkal rendelkező térségben tevékenykedő KKV-k együttműködését támogassa, hangsúlyozta a projektmenedzser. Agócs Dóra hozzátette, a program területe lefedi a hagyományos Interreg programok területét. A három déli megye Magyarországról és a 8 északi zsupánság Horvátországból, három magyar fejlesztési ügynökség vesz részt a projektbe Baranya, Somogy és Zala megyéből, és 4 darab horvát ügynökség segíti a mi munkánkat. A pályázat olyan újdonságokat támogat, melyek hiánypótlóak lehetnek a piacon. A cél, hogy a baranyai gazdasági helyzet fellendüljön, így a projekt az innováció területén is segítséget nyújt, hangzott el az eseményen. A nyílászárók és konvektorok mellett megújult a belső burkolat, valamint egy mozgáskorlátozott WC-t is kialakítottak a kaposvári szociális központban. Az épületet a Németh István program keretében renoválták. Az átadón Szita Károly Kaposvár polgármestere kiemelte, a cél, hogy a beruházások hozzájáruljanak az életminőség javulásához. 152 millió forintból újult meg a Kaposvári Szociális Központ, a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesülete és az Indit közalapítvány közös épülete. A külső nyílászároknak a cseréje, amire nagyon nagy szükség volt, egy fa nyílászárok voltak, ami ugye energetikailag nem volt éppen megfelelő. Azon kívül a Kaposvári Szociális Központ mozgáskorlátozott vécével lett gazdagabb, amire szintén egy szociális intézmény be muszáj, hogy legyen. Aztán fűtéskorszerűsítési munkák történtek, a radiátorok nagy része le lett cserélve, és aminek én még külön örülök, hogy szabályozható fűtésrendszerünk lett. De megújult a tetőszerkezet is, valamint egy akadálymentes parkolót is kialakítottak az intézmény udvarán. Az épület modernizálása mellett új eszközök vásárlására is lehetőség nyílt. A beruházás legfontosabb célja a közösségek megerősítése, ezt már Szita Károly Kaposvár polgármestere mondta. A beruházások végeztével minden kaposvárinak jobb legyen. A Németh István programban az egészségügy, a kultúra és a turizmus fejlesztése mellett az ilyen jellegű beruházásokra is jut pénz. Azért mondom, hogy a város legfontosabb értéke a közösség, mert ennélkül nem tud létezni egy település, mint hogy nem tud létezni szerintem egyik ember a másik nélkül sem. És ha bár mindegy egyes beruházásnak, amit végzünk ennek a több mint 180 milliárd forintnak a keretén belül, van valami közösségépítő, közösségformáló tartalma,
és minden egyes forint meg sokszorozódik akkor, hogyha erre költjük. A cél, hogy a Somogyi megyeszékhely a gazdaság minden területén előrébb lépjen. Egyre több tulajdonos félti az értékeit Pécsen a lépcsőházakba húzódó hajléktalanoktól. Ezért fordult több épület lakóközössége is a fenntartást végző lakásszövetkezethez. Azt mondják, a hivatlan vendégek plusz költséget jelentenek, a felszerelt rácsok miatt pedig a tűzvédelmi szabályokat szegik meg, ami bírságot von maga után. Az utóbbi időben többen jelezték felénk, hogy lépcsőházunkban nem tulajdonos szálló vendégek alszanak, dohányoznak, élnek. Olvasható az egyik pécsi társasház hirdető tábláján. Több lépcsőházban okoznak gondot a hajléktalanok éjszaka, erről forgattunk korábban. Szép rendet a farkenték, ami itt is látszik. Volt a szomszédnak egy szőnyeg, az is tele volt sziklettel, azt takarítottunk. És nálunk is itt a másfél éves gyerek is. Itt fekszenek az ajtóban. Jól látszik a képeken, hogy le kellett csiszolni a falat, ahol széklettel kenték össze, de a lépcsőház más részén is hagytak fekália nyomokat. Ezt elégelte meg a Jókai Lakásszövetkezet, és tette ki a hirdető táblára a bemutatott levelet. Ez azért okoz nekünk problémát, mert az életvitelszerű ottlétnek vannak negatív következményei is. Ezek eltakarításának a költségét nyilván a tulajdonosoknak kell fizetni. Most a lépcsőtakarítás így sem olcsó dolog, most hogyha pluszköltségek merülnek fel, akkor az még többe kerül. A tulajdonosok próbálják védeni értékeiket, ezért ilyen rácsokat szerelnek fel, de ez nem jó megoldás más szempontból. Ők azt szeretnék, hogyha ráccsal lezárnánk ezeket a helyeket, de a tűzvédelmi szabályok miatt nem lehet, hiszen a menekülési útvonalat szabadon kell hagynunk. Úgyhogy olyan ellentmondások vannak, és olyan nehéz megoldani, amivel mindenképpen megpróbálunk segíteni. Ezért adták meg a támasz alapítvány számát, akik kimennek a lépcsőházakban alvókhoz, és beviszik az éjszakai szállásra őket. Ilyenkor nyilván plusz férőhelyek, ugye elkezdődik az utcai szociális munka megerősítése, tehát 24 órában vannak, és felkészültünk. Ilyen 85%-os különben most az intézményeknek a kihasználtság, a 85-90, van ahol 100% fölött van, ez főleg a női szállon, sajnos kevés a férőhelyünk, ott bővíteni is kell, mert már dolgozunk rajta, egy ingatlant felújítunk, de az sajnos csak jövőre lesz kész, ott nagyon kevés most a férőhely, de máshol van és be tudunk fogadni. 70 férfinek és 20 nőnek tudnak éjszakai szállást adni, de van havi 5000-ért átmeneti szállás is a támasz alapítványnál. A nappali melegedőkben 350 ember tudnak fogadni, a népkonyhán pedig meleg ételt kaphatnak. A hagyományőrzéstől kezdve a történelmi látványosságokon át a wellness és más kikapcsolódási lehetőségekig számos programot nyújtanak a Balaton háttértelepülései. Ezeket fogja össze a most megalakult Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület. Évente több ezeren látogatnak el Buzsákra, ahol a helyieknek köszönhetően még mindig él a magyar néphagyomány, de sokan keresik fel az országszerte híres gyógyvizes termálfürdőt is Csisztapusztán. Van egy melegvízünk, egy termálvízünk, a csisztapusztai termálvíz. Másodszor Buzsákon vannak népművészeti értékek, van a népművészeti hagyomány, a hímzésbe és a faragásba látszik. Nem csak Buzsák, hanem a tőle 20 kilométerre található Nagyberek is kedve turisztikai célpont. Próbáljuk azokat a turisztikai adottságokat kihasználni, mint nálunk például a Fehérvízi Ősláp, a Balaton Felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik, de maga Majorság is egy turisztikai attrakció, hiszen ez egy régi hunyadi majorság, ami ma már elmondható talpra át. Nyaranta több tízezre látogatnak el a magyar tengerhez, azonban nem csak a Balaton, hanem a hozzátartozó háttértelepülések is színes attrakciókkal várják szinte egész évben a turistákat. A hagyományőrzéstől kezdve a történelmi látványosságokon át a wellness és más kikapcsolódási lehetőségekig számos program lehetőséget nyújtanak a kisfalvak, városok. Ezeket fogja össze a Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület. Azt gondolom, hogy nem csak beszélni kell arról, hogy egész évben Balaton, hanem tenni is kell érte, és ezért nem csak azok tudnak tenni, akik közvetlenül a parton élnek, hanem a parthoz közeli településeken is, ahol vagy szálláshely, vagy olyan egyedi attrakció van, ami önmagában talán nem jelent olyan vonzerőt, hogy oda családok kiránduljanak, de hogyha ezeket egy rendszerré fűzzük össze, akkor bizony igen. Az egyesülethez eddig több mint 20 település és vállalkozás csatlakozott. A tervek szerint a szervezet már jövő nyárra kidolgozó stratégiával kezdi meg működését.
Végül nézzük, miről szólt a híradó. Az atomerőműben hasznosulnak az elmúlt évtizedek kutatásai, nukleáris technikai szimpózium Szekszárdon. Digitális vállalkozásfejlesztés, kamarai tájékoztatónap Pakson. Téli depresszió, mozgással és helyes táplálkozással enyhíthetők a tünetek. Omega Testamentum, az album még nincs kész, de bor már van ilyen címen. Szombaton a nap nagy részében fagyos idő lesz, de vasárnap már érezhető enyhülés következik. A nap nagy részében napsütéses időre van kilátás, fagypont fölötti hőmérséklettel. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!